Szemléletformálás élményszerűen Nyíregyházán a Huszár lakótelepen élő fiatalokban tudatosították a környezetvédelem fontosságát. Mindannyian mások vagyunk, 10. alkalommal rendeztek tehetségnapot Nyíregyházán. Régi új előadás felújítva állítja színpadra a Miniszter félrelép című darabot a Mandalada Színház. Interaktív játékok, környezetvédelmi kiállítás, közösségi szemétszedés. Szemléletformáló élményprogramot tartottak Nyíregyházán a Huszár lakótelepen élőknek. A Kölcsey Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! A rendezvényt a Föld napja alkalmából az itt működő civilek és intézmények közösen szervezték. A program célja többek között a környezettudatos magatartás, életvitel kialakítása, a környezet megőrzése és védelme iránti igény tudatosítása a fiatalokban. Minősítőtáblát, ajándékcsomagot, virágutalványt is kaptak a Tiszta udvar rendes ház című verseny győztesei. A Huszár lakótelepen meghirdetett pályázatra több mint 20 lakóház és lakóközösség jelentkezett. Az eredményhirdetést egy szemléletformáló program keretében tartották a Sólya Miklós görögkatolikus általános iskolában. A mai rendezvény azért különleges, mert egy olyan alulról jövő kezdeményezésnek a részesei lehetünk, ahol a lakosság igényeit próbáltuk kielégíteni, illetve összefogással civil szervezetek, intézmények, önkormányzatok hozzáálltak ahhoz, hogy hogyan tudnánk szebbé tenni, és hogyan tudnánk tisztábbá tenni a Huszár lakótelepet és a környezetét. Ez egy olyan komplex programsorozat része, amelyben nem csak a gyermekeket szólítjuk meg, hanem a felnőttek is aktívan részt vesznek, hogy tegyenek a környezetükért. A szemléletformáló programok több intézmény és civil szervezet összefogásával valósultak meg, az ötletgazda pedig a Huszár lakótelep gondnoka volt. Nagyon sokat szoktam gondolkodni, hogy mivel lehetne motiválni az itt lakókat, hogy mégis ne legyen ilyen szürke hangulatuk, mert hát sok a probléma nyilván, és én egyik nap leültem és gondolkoztam, hogy mit kellene kitalálni, és akkor jött nekem ezek a dolgok, hogy kellene őket egy kicsit arra ösztönözni, hogy az udvarukat rendbe tenni, vagy úgy magunk körül a környezetünket. Mondjuk például volt olyan nem régen, hogy kimentünk közösen, és szemetet szedtünk 60 fővel, végigjártuk a telepet, és gyerekekkel közösen, és én úgy gondoltam, hogy motivációként ezt meg kéne próbálni, és így felkerestem ugyebár néhány szervezetet, egyesületet. Az eseményen Vidnai Győző országgyűlési képviselő elmondta, az egyéni példamutatás kiemelkedő szerepet játszik az itt élő közösség szemlélet formálásában is. Itt a Huszár telepen, választókerületem része, mindig eljövök a fontos rendezvényekre. Nagyon fontosnak tartom, hogy civil szervezetek indították ezt a kezdeményezést. Talán mondhatom azt a kifejezést, hogy alulról jövő kezdeményezés, és odaállt mellé az óvoda, az iskola, a Nyírvévé, a városüzemeltetési cég, tehát egy összefogás történt meg itt, és ez az összefogás azt is eredményezheti, hogy kevesebbet szemetelnek a Huszár telepen élők, sőt, a gyerekek, ha azt látják a felnőttektől, hogy van felelősségteljes magatartás, akkor ők is átveszik ezt, és a jövő generációja talán jobban fog vigyázni arra a bolygóra, amit Földnek hívunk. Az eseményt a Föld napja alkalmából szervezték. A rendezvényen a klímavédelem fontosságáról, a környezeti terhelés csökkentéséről szóló ismeretterjesztő kiállítást is megtekinthettek az érdeklődők. Emellett interaktív, szemléletformáló játékokat is kipróbálhattak a gyerekek. Érzékenyítés a zene és a tánc nyelvén, erről szól a Mindannyian mások vagyunk című tehetségnap, amelynek 10. alkalommal adott otthont a Vikár Sándor Zeneiskola. A rendezvényt a Vásárhelyi László Református Alapfokú Művészeti Iskola és az első nyíregyházi Lions Club közösen szervezte. Az eseményen közel 200 tehetséggondozásban résztvevő gyermek szerepelt. Mindannyian mások vagyunk. A nyíregyházi Kodály Zoltán és a Bárci Gusztáv általános iskolákban működő kórusok közös produkciójával indult a 10. tehetségnap a Vikár Sándor Zeneiskolában. A Mindannyian mások vagyunk című rendezvény a Vásárhelyi László Református Alapfokú Művészeti Iskola és az első nyíregyházi Lions Club közös szervezése.
Belus Erika régi klubtársunk ötlete alapján jött létre, és az a célja, hogy egy kicsit érzékenyítsünk, hogy az épp egészséges és a problémákkal küzdő gyerekek együtt közösen vegyenek részt ezen a napon, gyönyörködjenek egymás produkciójában, és ez mindannyiunkat emeli, azt gondolom, és hát ez egy ilyen nagyon-nagyon várt program, minden évben egyszer ez a találkozás megvalósul, nagyon készülnek rá a gyerekek, nagyon várják a felnőttek, mert talán mi is rengeteget építkezünk ebből. Az egésznapos rendezvény különleges pillanatai közé tartoznak a sajátos nevelési igényű és az épp gyermekek közös programjai. Az éneklés és tánc mellett az együttrajzolásra is jut idő ilyenkor. A tevékenységek között egyéni produkciókat is bemutatnak a gyerekek. Minden egyes alkalommal, amikor itt lehetünk, egy csodát élünk meg. Akkor, amikor ennyi gyerek a Bárcitól, a különböző zeneiskolán keresztül, a Zrínyin keresztül, a többi iskolán keresztül egyszerre itt van és egyszerre énekelt, sír, táncol, nevet, kacag, én úgy érzem, az mindenki számára egy csoda. Hiszen minden egy gyerekben benne van ez a csoda, ez a gyémánt, amit csiszolnunk kell, amit meg kell találnunk, az a tehetséget, és ebbe úgy érzem, hogy a Lions Club szerep az elmúlt 10 évben, ebben a Mindannyian Mások Vagyunk programban ez kiemelkedő. Én nagyon örülök annak, hogy ez nem csak helyi program, hanem erre felfigyel, a város felfigyel, a sajtó felfigyel, az országos média. Itt van a kormányzó, itt vannak a délutáni programban az ország kiemelkedő szakemberei, mindazok, akik a tehetséggondozásba élik le az életüket és ebbe tevékenykednek, és ezek az emberek felfigyelnek erre a programunknak, érzik, hogy ennek van súlya, van szerepe, és ez a súly, ez a szerep, én úgy érzem, nem jöhetett volna létre a Demarcsek Zsúr nélkül, nem jöhetett volna létre az Első Nyíregyházi Lions Club nélkül, de leginkább én úgy érzem, ami legfontosabb, nem jöhetne létre ezeket a gyerekeken kívül, hiszen ők azok, akik itt vannak, ők azok, akik ezt megélik, és hát természetesen itt a pedagógusok szerepét is én nagyon-nagyon fontosnak tartom, hiszen ők azok, akik minden nap ezeket a gyémántokat csiszolják, minden nap ezeket a gyémántokat alakítják azzá, hogy igazán értékes emberekké tudjanak válni. A Nyíregyházán és vonzás körzetében tanuló tehetséges fiatalok számára szervezett rendezvény példaként szolgál a Lions hazai szervezetei számára. 90 terület van, ahol a szövetség tevékenységet fejt ki. Magyarországon ez a szervezet 1989 óta létezik. Azóta egy 40 klubos nagyságrendre sikerült felfejleszteni a tevékenységet. Körülbelül 800-an tevékenykedünk ezekben a klubokban, és minden klubnak megvan a saját maga specialitása. Minden klubban megtalálták azt a kört, akivel tudnak foglalkozni, azokat a rászorulókat, ahol tudnak segíteni. A tehetségnapra a Nyíregyháza és környéki úgynevezett tehetségpontként működő intézményekből és szervezetekből, a szakmai programokon pedig a tehetséggondozás területén elismert szakemberek előadásait hallhatta a közönség a Vikár Sándor Zeneiskolában. Nagy erővel ütközött két személygépkocsi szerda reggel a 4-es számú főútvonalon Nyíregyházán a Kert utca, Váci Mihály utca kereszteződésében. Egy balra kanyarodó gépjármű nem vette figyelembe a szemből érkező autót, és neki ütközött. Mindkét jármű megfordult a tengelye körül, a keletkezett anyagi kár igen jelentős. Személyi sérülés nem történt. A rendőrség a baleset helyszínelése ideig lezárta az érintett szakaszt. A miniszter félrelép című Ray Cooney darabot újra színpadra állította a Mandala Dal Színház. A 2008-as premier azonnal közönség kedvenc lett, és nem csak a nézők szerették, hanem maguk a szereplők is. A bohózat új díszlettel, új jelmezekkel és részben új szereposztással várja a nézőket júniusban Kisvárdán, augusztusban pedig Nyíregyházán. Ablakok a temzére nyílnak, és gyönyörű innen a kilátás. Középen a Big Ben, balra a parlament, jobbra a Nelson emlékmű. Hogy? Lélegzettel állító látvány, nem igaz? Szólíts Ricsinek! Ricsi! Gyere, itt vagyok! Jaj, tériszonyod van? Ó, hát hadd emelni, Ricsi, megérzi az ember. Viszont! Banán lesz! Ne
A kormány egyik sikeres minisztere kalandra készül az ellenzéki frakció titkárnőjével. A hotelszoba ablakában azonban egy hullát találnak. A miniszter Félrelép című Ray Cooney darabot már számos társulat színpadra állította, többek között a Mandala Dalszínház is még 2008-ban. Akkor azonnal közönség kedvenc lett, és nem csak a nézők szerették, hanem maguk a szereplők is, akik közül hárman most ugyanazt a karaktert alakítják. Milyen érdekes ez a passzív tudás, hogy több mint 10 év távlatából nekünk nyilván leghamarabb jöttek elő a szövegek. Ez érdekes, ezt én se gondoltam volna, de tényleg így volt. Tehát tulajdonképpen szinte egyikünk se nézett bele tehát nem ült le tanulni a szöveget. Nyilván használtuk az elején a szövegkönyvet, de elég hamar el is tudtuk engedni. Tehát azt hiszem, hogy sokat tudtunk segíteni. Mozgásokban is, járásokban, hangulatokban, tehát viszonylag egy rövid időszakasz alatt tudtuk így színpadképessé tenni ezt az új verziót. Míg a régi szereplők szinte szövegkönyv nélkül azonnal beleélték magukat a szerepbe, az új társulati tagoknak bele kellett rázódni a lendületbe. Meg is jegyezte az egyik kollégina, hogy azért itt, amikor így tényleg belecsapunk a lecsóba, tehát a próba folyamat közepén, amikor már tényleg ott vagyunk, hogy már nem figyelünk arra, hogy mit hova teszünk, mert minden automatikusan jön, mondta, hogy olyan tempót diktáltunk, amit így hirtelen nagyon kellett követniük, úgyhogy nekik is fel kellett venni a fonalat, ami nekünk már ugye bennünk volt, ők meg még újként még még azt a fázis nem érték el egyből, mi pedig rögtön fent kezdtük a lendületet. A szobalány, majd az ápoló és a feleség után idén a szerető szerepe jutott Viktóriának. Ez most igazából egy ajándékjáték, úgy tudnám mondani, mert ugye a férjem játssza Bódis Gábor a minisztert, és most ugye én játszom a szeretőjét, tehát a feleségből szerető lettem gyakorlatilag, úgyhogy mondtam is, ezen nevettünk, hogy mondom, ilyen terápia jellegű volt a próba, hogy próbáltunk összehangolódni, úgyhogy ezt azért nézni fogják. Én azt gondolom, hogy nagyon jól sikerült, és remélem, hogy nagy nevetések és tapsolások lesznek közben. A felújított előadás június 28-án pénteken a Magyar Színházak 36. Kisvárdai Fesztiválján, majd augusztus 1-én és 2-án Nyíregyházán a Sóstói Múzeumfaluban a Mandala nyár keretein belül láthatja a közönség. Idén 15 nyíregyházi középiskola végzős osztályainak névsora került bele a Ballagók kapcsos könyvébe. Az első kötet már betelt. A mostanit, mely szintén a végéhez közelít, 2015-ben készítette el Nyíregyháza önkormányzata. Az eseményre hagyományosan a Városháza Krudi termében került sor. Az érettségiző osztályok egy-egy képviselője jegyzi be a teljes osztálynévsort a Ballagó kapcsos könyvébe. A sötétbarna bőrkötéses, részveretes sarkokkal és részcsattal ékesített impozáns kötet méltó emléket nyújt a Ballagó diákoknak. Ugye most a második kapcsos könyv fog betelni, ami körülbelül 1000 oldalas. Ugye hál' Istennek kb. 20 középiskola van itt Nyíregyházán, és minden név, minden végzős név bekerül a kapcsos könyvbe. Ez azt hiszem, hogy most is, de a jövőben biztos, hogy egy nagy érték lesz, hiszen megőriz neveket, megőriz pályafutás kezdeteket, kiemel olyan diákokat, akik nagyon jó eredménnyel végeztek a különböző iskolákban és különböző iskolatípusokban. Ugye azért is csinálja a város, hogy egy nagyon díszes, merített papíros és nagyon nehéz könyvben írják be most a diákok a neveiket. Én azt hiszem, hogy ez adhat egy élményt is a számukra, abból a szempontból, hogy benne vannak egy olyan közösségben, amely több évre, évtizede visszamenőleg azért csak egyben tart valakit, hiszen de én magam is, mindenki emlékszik arra, hogy hol végezte el a középiskolát, milyen volt a középiskolában az érettségie, és egy idő után lesz egy nosztalgiája azzal szemben, hogy milyenek is voltak ezek a középiskolás évek. A nappali tagozatosok számára az írásbeli érettségi vizsgák május 6-án hétfőn kezdődnek. A középiskolai ballagást hagyományosan az érettségi előtti utolsó héten szokták tartani, melyet mindig lázas készülődés előz meg. Az iskolát ugye minden évben feldíszítjük, általában virágokkal. Hagyománynak egyébként minden évben lufi teregettünk, de most idén kicsit változtatunk, mert szeretnénk odafigyelni a környezetre, úgyhogy ezt most idén elengedjük, helyette tarisznyát osztunk mindenkinek.
amit megkapnak az udvaron ott az előadás alatt. Az első 2006-ban készült könyv már betelt. Az idejét, mely szintén a végéhez közelít, 2015-ben készítette el Nyíregyháza önkormányzata. Úrich Attila beszédében elmondta, Nyíregyháza visszavárja fiataljait, hiszen nélkülük elképzelhetetlen lenne a jövő. Éppen ezért az a törekvésük, hogy lélekben és mentálisan is pluszt adjanak a végzős diákoknak. Nem jutott be a Magyar Kupa döntőjébe a kisvárdai futballcsapat. Feckó Tamás együttese a Pakson játszott, elődöntőben megszerezte a vezetést, a hazaiak azonban fordítani tudtak, és 2-1-re végül megnyerték a mérkőzést. A Paks ellenfele a döntőben a szerdai Nyíregyháza Spartacus Ferencváros találkozó győztese lesz. Újabb vereséget szenvedett az NB2 felsőházi rájátszásában a nyírbátori férfi kézilabda csapat. Tréki Tamás együttese a Gödöllőt fogadta, és a vendégek 31-30-ra megnyerték a mérkőzést. A nyírbátor 4 fordulót követően a 8. utolsó helyen áll a tabellán. Vasárnap a 4. helyezett Váchoz látogatnak a bátoriak. Az első percekben tartották a lépést a Gödöllővel a hazaiak, 4-4 után azonban 5-0-ás sorozatot produkáltak a vendégek. Előnyüket őrizték is az egész félidőben, amely 12-18-as eredménnyel ért véget. Fordulás után elkezdett zárkózni a nyírbátor, és 24-24-nél utól is érték ellenfelüket. Sőt, a vezetést is átvette a házigazda, ez azonban csak átmenetinek bizonyult. 30-30-nál egy időkérés után a Gödöllő szerzett gólt, és mivel a válaszra már nem maradt elég idő, egy gólos vereséget szenvedett Tréki Tamás együttese. Az eredmény miatt csalódott vagyok, és az első félidei játék miatt is, mert úgy gondolom, hogy az első félidő gyakorlatilag érthetetlen volt, és hát értékelhetetlen, mind védekezésben, mind támadásban. Enerváltan lassan kézilabdáztunk, akarati tényezőkbe is fölülmúlt bennünket a vendég együttes. Aztán a második félidőben megváltozott a játék képe, úgy gondolom, hogy akik csereként beálltak, mind hozzá tudtak tenni. Ennek köszönhetően szépen kemény sziszifuszi munkával ledolgoztuk azt a tetemes hátrányt. Megfordítottuk az eredmény, sajnos a végjátékban csúszott egy-két olyan technikai hiba, ami végül is a vereséget eredményezte, de a második fél időben mutatott hozzáállás vinne bennünket előre. Tehát ez lenne az alap. Az edző szerint nem először fordult elő, hogy az első fél időben jelentős hátrányba került csapata. Ugye ez múlt héten a DVTK-n, és így volt ugye gyakorlatilag az első fél időben. Összeszedtünk egy olyan hátrányt, amit ledolgozni gyakorlatilag nem is lehetett, de viszont nagyon jó második fél időt produkáltunk ott is. Itt még az utazásra se foghatjuk, hogy most messzere kellett utazni, tehát gyakorlatilag ez hétről hétre tendencia. Nem tudom, hogy a melegítésen csúszik ez meg, vagy mentális, vagy olyan tényezők miatt, vagy nem is tudom. Tehát ez egy rejtély számomra egyébként, meg utána az is rejtély, utána mégis miből tudunk akkor olyan erőt meríteni, amit a második fél időben mutatunk. Tehát ez ilyen nagyon kettős érzés nekem. Tehenélkül lehetne itt játszani, és... Tehát ez a célunk, hogy tudjunk pontokat szerezni, akár idegenbe, akár itthon a két bajnok esélyesen, meg hogy kiszolgáljuk ezt a kiváló közönséget. A forduló további eredményei a következők: Hajdúböszörmény Salgótarján 29-37, Hajdúnánás Vác 29-31 és Hajdúszoboszló DVTK 17-34. A tabella élén a 18 pontos DVTK áll, megelőzve a 16 pontos Salgótarjánt. A 3 ponttal 8. Nyírbátor vasárnap, a 11 ponttal 4. Vác otthonában lép pályára. Kedves nézőink, ennyi fért a mai híradóba, úgyhogy nézzük, hogy mivel foglalkoztunk ma, de már csak röviden. A környezettudatosságnak a társadalom minden szintjén jelen kell lennie, csak így érhető el változás. A Föld napjához kapcsolódóan szerveztek szemléletformáló élménynapot Nyíregyházán a Huszár lakótelepen. Az ott élők környezetvédelmi kiállítást tekinthettek meg, majd a szervezők játékos feladatokon keresztül tudatosították a fiatalokban a fenntarthatóság fontosságát. Mindannyian mások vagyunk. Tehetségpontok részvételével 10. alkalommal szervezett tehetségnapot az első nyíregyházi Lions Club. A helyszínt idén is a Vikár Sándor Zeneiskola biztosította. Az egész napos eseményen gyermekek egyéni és közös produkcióit tekinthették meg a résztvevők, valamint a tehetséggondozással kapcsolatos konferenciát is szerveztek a szakemberek számára.
újra bemutatja a Mandala Dal Színház a Miniszter Féllelép című darabot. Az előadás közel 20 éve már nagy sikert aratott a nyíregyházi közönségnél, most felújított díszlettel, jelmezekkel és részben új szereposztással ismét látható a bohózat. Az újfehértói premier után júniusban például Kisvárdán, augusztusban pedig Nyíregyházán láthatja a közönség a régi új előadást. Önök április 24-én szerdán a Kölcsei Televízió híradóját látták. Friss hírműsorral legközelebb holnap este jelentkezünk, illetve hadd említsem meg, hogy várja önöket a weboldalunk is, a www.kölcseitv.hu. Most pedig időjárás jelentéssel folytatjuk, azaz hamarosan kiderül, hogy folytatódik ez a hűvös tavasz. Én kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Törtökön még kisé élénk, majd mérséklődő északnyugati légmozgás lesz jellemző. A nyugati és a középső ország részen naposabb, keleten borongós lesz az időjárás. Rövid záporok többfelé előfordulhatnak. Kissé emelkedni kezd a hőmérséklet, 12 és 16 fok közötti értékeket mérhetünk.